Sziasztok! Igen, tudom, egy kicsit régen volt már videó itt a csatornám, ezért úgy gondoltam, hogy a visszatérést rögtön egy legalább 5 részből álló sorozattal indítanám. Bár eddig nagy részben kajás tartalmak voltak így a csatornán, most úgy gondoltam, ahogy látjátok is, hogy szeretnék egy kicsit a kávé irányába elmenni. Na nem azért, mert meguntam a kávé készítést, és szeretnék inkább az egy gomnyomásos kávé irányába elmenni, hanem a cél inkább az volt, hogy leteszteljem a kapszulás technológiát, hogy mit tudnak ezek a kávéfőzők, hogy mit tudnak a kapszulák, milyen kapszulák vannak a piacon, működnek-e az újra tölthető kapszulák, és hogy vajon tényleg tudunk-e finom kávéházi minőségű kávét készíteni egy gomnyomás segítségével. Illetve az is a célom között van ezzel a sorozattal, hogy a ti kérdéseitekre is választ adjak. Szóval itt meg is ragadnám az alkalmat, hogyha bármilyen kérdésed van ezzel a témakörrel kapcsolatban, akkor az dobd be ide a videó alá kommentbe, és igyekszem a sorozat következő részeiben megválaszolni ezeket a kérdéseket. Nézzük először, hogy milyen két rendszer közül választhatunk a Nespresso kínálatából. Van az úgynevezett Original rendszer, a régi, a megszokott, illetve van egy nem olyan rég megjelent Vertuo névre hallgató rendszer. Ebben a sorozatban nem szeretnék kitérni a Vertuo rendszerre, ez itthon nem annyira elterjedt, illetve még nem is találkoztam ehhez a rendszerhez való specialty kapszulával a piacon. A Nespresso honlapján összesen 9 fajta gép közül választhatunk az Original kategóriában. Árban 36 000 és 280 000 forint között mozognak ezek a gépek. Igen, 280 000 forintért is vehetünk kapszulás kávégépet. Bár én nem ajánlanám. Illetve fontos megjegyezni, hogy van néhány olyan márka, mint például a De'Longhi vagy a Krups, ami megvette a Nespresso-tól néhány gépnek a forgalmazását, és saját márkás termékként árulják, de fontos tudni, hogy ezeket a gépeket is be lehet regisztrálni a Nespresso honlapján. Igen, regisztrálhatunk, sőt regisztrálnunk kell a Nespresso oldalán, vagy egy butiknak nevezett Nespresso boltban. De a brandről és a maga köré épített imázsról a sorozat következő részében majd jobban fogunk beszélgetni. Szóval nálam egy De'Longhi Nespresso Essenza Mini landolt, egy ilyen csodálatos zöld szerű színben. Járt hozzá még egy 14 darabos kóstolócsomag is, ami időközben már elfogyott. Többször szokott lenni olyan akció, hogy a gép vásárlás mellé egy 10 000 forintos kupon jár, ezekre érdemes rárepülni, hiszen így akár kapszulákban vissza is kaphatjuk nagyjából a gép árának a felét is. Én egy nagyon mini használati útmutatót kaptam a géphez, viszont a Nespresso oldalán letölthetünk egy hosszabb verziót, ahol le van írva, hogy hogyan lehet programozni az adagokat, hogyan állíthatjuk be az automata kikapcsolás idejét, hogyan vízkütelenítsük, és még néhány hasznos dolog, de ezekbe most nem mennék bele jobban. Engem kifejezetten zavar az, hogy nincs az elején, oldalán, hátulján egy kibekapcsoló gomb rajta, hanem a két gomb közül az egyiket kell megnyomni, akkor elkezdenek villogni, ezáltal bekapcsol maga a gép, és elkezdődik a felfűtés, és amikor a villogás abban marad, akkor jelzi, hogy üzemkész a gép, viszont magától kapcsol csak ki egy idő után, mi nem tudjuk ezt megtenni. Maga a kapszulák a behelyezése is egy kicsit cseles, mert ha nagyon le akarnánk nyomni a kapszulát, akkor átesik az alatta levő szeméttartályba, hanem úgy kell betenni, hogy egy kicsit ferdén maradjon, és amikor lecsukjuk erősen ezt a tartályt, akkor kerül pontosan a helyére. Amikor abban marad a villogás itt a tetején, akkor csak megnyomjuk az egyik gombot, és elindul a folyamat. Maga a gép szerintem nem annyira hangos. Szóval amikor kész a kávénk, akkor csak felnyitjuk a fedelet, a kapszula automatikusan beleesik ebbe a tartályba, ott nagyjából 5-6 használt kapszula fér el. A kapszula tartályba és a lecsöpülő tálcába is kerül víz vagy kávémaradék, ezért érdemes ezeket 2-3 naponta kiüríteni és átmosni, így elkerülhetjük a penészedést. Ahogy láttátok is, ennek a kis gépnek az erőssége egyértelműen az, hogy egyszerű és nagyon gyors a használata. Igyekszek majd a sorozat következő részeiben körbejárni, hogy ennek az egész Nespresso technológiának milyen pozitív és negatív hatásai vannak, illetve hogy tényleg kinek ajánlom ezt a rendszert. A tervek szerint az elkövetkező hetekben minden héten fog érkezni egy következő rész, majd mindegyik rész linkjét megtaláljátok a videók alatt, ahogy kerülnek folyamatosan feltöltésre. A következő részben, ahogy már említettem is, magát a Nespresso márkát fogjuk kicsit körbejárni, hogy miről is szól ez, illetve megkóstolunk jó pár Nespresso-s kapszulát is. A harmadik részben pedig kóstolunk majd egy csomó specialty kapszulát hazai pörkölő kínálatából. Ezeknek a felkutatása és a kóstolása már mind megkezdődött, amiért nagy köszönet jár a 18 g Specialty Kávé webshopnak.
a webshop tulajdonosának, meg álmodójának és megalkotójának, Bálintnak az a célja ezzel a webshoppal, hogy egy olyan felületet hozzon létre, ahol a hazai pörkölő kínálatából rendelhetnek a vásárlók, így akár egy vásárlással, egy szállítással több kávét, több pörkölőt is ki tudnak találni. Nagyon fontosnak tartja a transzparenciát, ezért igyekszik a lehető legtöbb információt bekérni a pörkölőktől, hogy a vásárlók mindent láthassanak a kávékról a webshopon. Már most is elég sokfajta kapszulát találtok nála, illetve szemes kávékat, ezeknek a linkjét mind beteszem a videó leírásába, nézzétek meg őket bátran. Bálintnak jó sok terve van a webshoppal és ezzel az egész oldallal, lehet, hogy akár lesznek hamarosan saját kapszulaválogatások is, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok a weboldalt és iratkozzatok fel a hírlevélre is, mert így akkor nem fogtok lemaradni majd az újdonságokról. Szóval, ha bármilyen kérdés felmerült benned a témával kapcsolatban, akkor dobd be kommentbe, és igyekszem a következő videókban megválaszolni. Ha tetszett a videó, akkor dobd kérlek rá egy lájkot, hogy szeressen a YouTube algoritmusa, és nem fogunk megsértődni azon sem, hogyha feliratkozol. Találkozunk a következő részben!